Megvan az az érzés, hogy szeretnél felnőni, független lenni, elkezdenéd a saját önálló életedet, belevágnál a nagybetűs életbe, amikor kinyílik előtted a világ, és megtapasztalod, hogy amúgy ez az egész tök szar. Hé, várjunk, ez nem egy ilyen motivációs videó lesz? Kezdjük az elejéről. Augusztus elején elköltöztem otthonról, elvittem a cuccaim nagy részét, elkezdtem úgymond külön élni. Eleinte tök szórakoztató volt, tetszett is, hogy teljes kontrollom van minden felett, és azt csinálok, amit akarok. Legalábbis azt hittem. Elkezdtek felgyülemlenni a teendők, egyre több mindent kellett csinálni a ház körül, egyre nagyobb lett a felelősség, és rájöttem, hogy ez nem is olyan király, mint hittem. És tegyük hozzá, hogy nem mindenki olyan szerencsés, mint én, és fut bele egy jó dealbe egy baráton keresztül. Ha felcsapod a különböző albérletes oldalakat, sírva fakadsz, hogy mennyibe kerül az, hogy egyáltalán létez. És akkor még nem ettél. Nagyon durva. Olyan ingatlan árak vannak így bérlés szempontjából, hogy fiatalok, pályakezdők nem tudják maguknak megengedni. De rengeteg sok pénz elmenne rá. Esetleg tanárok se, kisgyermekgondozók, orvosok. Rengetegen, sajnos. Senki nem tudja megengedni magának. Sajnos nagyon sokan nem. És hogyha mondjuk így normális árban gondolkozol, így feljönnek a jó öreg egyszobás lakások. Az nagyon jó. Mit sem szeretnék jobban, mint fölkelni a gáztűzhely mellett. Az nagyon jó. A konyhában. A konyhában. De hogy mégis milyen változások történnek az életedben, amikor külön költözöl? Például már senki sem mossa ki a ruháimat, és a mosógépünk az a világ legijesztőbb háztartási gépe a világon. Hát igen, megmutatok nektek valakit. A mosógépünket. Tudjátok mit? Mielőtt mondanék bármit, inkább megmutatom. És már kezdi is. Ilyenkor fog átalakulni Transformers. Konkrétan rettegek, hogy valamelyik pillanatban felrobban. Szóval alapvetően sokkal több mindenre kell odafigyelni, mint mondjuk előtte. Most például minden adott volt, össze tudtam magamnak rakni egy reggelit, de hogyha kinyitod a hűtőt és nem tudsz enni semmit, akkor az 100%-ban a te hibád. Nincsen a hűtőben tojás azért, mert te nem vettél. Hogyha valamit te nem csinálsz meg, akkor annak egyértelműen meg lesz a következménye, ami 100%-ban csak a te hibád lehet. Na jó, például ez egy okkurt, most már szerintem itt van 2 hete kb. Ráadásul az egészséges étkezés egyében 0,1%-os. Mondjuk én erre azt szoktam mondani, hogy azért, mert 0,1% esély van arra, hogy finom lesz. Úgyhogy továbbra is ott marad a hűtőben. És hát sajnos napirendi ponttá vált a bevásárlás is. Ha valami étel vagy bármi elfogy otthon, akkor értelemszerűen az csak akkor lesz pótolva, hogyha én azt pótlom. Mikor elmentem, igazából ugyanolyan volt. Reméltem, hogy esetleg mi alatt visszajövök megváltozik, de nem. Sajnos eddig még sosem sikerült elmosnia önmagát. Ja, és amúgy ezeket nem tehetem meg akármikor, mert amúgy dolgozom. Azt hittétek, hogy csak a YouTube pénzből meg lehet élni? Mondjuk meg lehet, csak én még nem tudok. Szerintem tök vicces az, hogy vágyunk valamire, amilyen izgalmasnak tűnik, és úgy érezzük, hogy tele van lehetőségekkel, de igazából csak felelősségekkel van tele. De amúgy izgalmas is, tehát félreértés ne essék, vannak pozitív oldalai. Olyan életritmus veszel fel, amilyet te szeretnél, senki nem szor rád. Azt csinálsz, amit akarsz, és akkor, amikor te akarod, és motivációt ad ahhoz, hogy haladj az életben. Mert végül is ez az első komolyabb megmérettetés az életben, nem? Ez úgymond az első szint, amihez tök jó érzés eljutni, de igazából még egy csomó minden van előtted. De pont annyira vagy önálló, hogy nem tudsz elkényelmesedni, és valahogy minden nap sokkal értékesebb lesz, mint hogyha mindent megcsinálnának helyetted. Tehát mit tanultam ez alatt a 2 hónap alatt? Azt, hogy nem sietünk sehová. Nem attól leszel felnőtt, hogy kirepülsz a családi fészekből, nem attól leszel több, hogy önálló háztartást vezetsz. Sokkal fontosabb, hogy találd meg önmagad, mielőtt belevágnál bármilyen nagyobb változásba. A pénz, a számlák, a bevásárlás, a munka mind stresszforrások lehetnek, amik pillanatok alatt rád nehezednek, és baromi egyszerűen meg tudsz feledkezni arról, hogy miért is akartál olyan független lenni. Szóval azt tanácsolnám, hogy akkor vágj bele a nagybetűs életbe, hogyha ki is tudod élvezni azt. Hajrá!